Az egész estés koncert mellett látványos keringőt is láthatott a közönség. Keringőt fogunk táncolni, és nagyjából ennyit. És mennyit készültetek erre a koncertre? Hát körülbelül 2-3 órát, tánc órát készültünk. Először szervezett hangversenyt a bécsi keringő jegyében a Mária Tereziapolis Német Egyesület. Az eredeti ötlet az volt, hogy egy élő zenekar, tehát hogy valódi zenészek, művészek kísérjék a táncosainkat. Nem is gondoltunk arra, hogy Rita Fleiss kolléganőnk, aki az Egyesület aktív tagja, felkeresi a Binicski művészi zenekart, és ők pedig rábólintanak első felkérésre, és eljönnek hozzánk Szabadkára. Kovács Ferenc zeneszerző vezényletével csendült fel az est nyitánya, valamint a Kék Duna keringő. Van az a pozitív pici izgulás, de az olyan, hogy serkent. Ugye, ez mind addig van, amíg az ember a poronzal ki nem lép. Mikor kilépett, akkor olyan mindegy, hogy itt állsz, vagy ott állsz, zenekar áll. Ugye előttünk, néz rá, beszámolunk, és találkozunk a koronán, mint ahogy mondjuk. A szervezők remélik, hogy az elkövetkezendő években lehetőségük lesz újabb színvonalas élménykoncertet szervezni a zenekedvelő közönség számára.